Kezdjét csokom, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát úgy látszik, hogy folyamatosan fejlődünk itt Szadán is, mert hogy a tájházak napja kerül megrendezésre, április 27-én. És hát úgy kezdődik ez a meghívó, ami itt van az asztalon, hogy Tájház Szövetség mozgalmához kapcsolódtak. Mi is ez a Tájház Szövetség? Jó, akkor kezdjük azzal, hogy mi a tájház. Kezdjük azzal. De nagyon sokféle múzeum van. És ennek az egyik fajtája. Nevezetesen egy olyan múzeum, ami a helyi értékeket, főleg paraszti hagyományokat, vagy kisipari, vagy kézműves hagyományokat, interiőr formában mutatja be. A klasszikus tájház az az, hogy mondjuk 100 éve senki nem jut hozzához a házhoz, hanem ahogy felépült, az úgy van, és teljesen autentikus, eredeti berendezéssel, tárgyakkal. Hát ilyen nincs. Uh-huh. Szadán sem ilyen a tájház, hanem... De mondjuk van, hogy Börsön, emlékszik, hogy biztosan járt ott, a Balaton-Szentgyörgy közelében van ez a Börs nevű falucska, ott például sikerült egy ilyet találni. Hát sikerült egy ilyet találni, ez teljesen véletlen, hogy a 20. század végén, 21. század elején van egy érintetlen parasztház. Ugye Szadának se nagyon nagy a belső területe, az új nemzedékek ráépítettek, átépítettek, tehát nem hagyták meg eredetiben a parasztházakat. Ez a ház, amit az önkormányzat megvásárolt erre a célra, ez is részben régi, de mondjuk a legrégebbi része az 1800-as években épült. De az 1920-as, 30-as években falakat cseréltek ki, megemelték, tehát nem... Igen. Aztán jött a beton, akkor betonozták az udvart, garást építettek, hozzáépítettek. Úgyhogy ezt kellett egy kicsit visszaarhaizálni. Mondjuk ami nagyon jó, hogy a klasszikus hármas osztatot azt meghagyták. Tehát az tiszta szoba, konyha és a hátsó szoba részt. Hát ezzel és nagyon nehéz is mit kezdeni, a régi magyar parasztházak traktusait azért össze-vissza kavargatni nem lehet. Ez csak egy 80-as év, vagy 60-as években kezdődtek ezek a kockaházak. Igen. Na, ott lehetett valami mást kezdeni, mert a magyar parasztház az olyan szigorú rendszer szerint. Az egy elég szigorú rendszer szerint. Mondjuk azt tehát még ugye, hogy a beépített tornácot újra szabaddá tenni, mert hát hiszen nagyon sok helyt beépítették. Hát most mi fokozatosan ezt akarjuk elérni. Most ami nagy öröm, hogy lesz rá pénz, úgy látszik az önkormányzatnak, és az idén amit lehet, helyreállítunk. Tehát a üvegablakokat kiszedjük a tornácból, áthelyezzük a vizes blokkot a főépületből, ott csak kiállítási termek lesznek. Az udvar is jobban fog hasonlítani egy paraszt udvarhoz, mint most. Na, akkor visszatérve az eredeti kérdéshez, de így volt logikus. Szóval a tájházak szépen átcsorognak a településeken, és a tájházak úgy gondolták, hogy létrehoznak egy szövetséget. Igen. Tehát tulajdonképpen mi is ez a Tájházszövetség? A Tájházszövetség az egy olyan országos szervezet, amelynek lehetnek egyéni tagjai is, de tájházak a tagjai, bizonyos tagdíj befizetésével nagyon sok szakmai segítséget tudnak egymásnak nyújtani, és azért ne felejtsük el, hogy emögött ott van a Szentendrei Skanzen, mint a Szabadtéri Néprajzi Múzeumoknak a nagyon nagy tudással, sok szakemberrel rendelkező legnagyobb magyarországi egysége, és nekünk nagyon jó, hogy nincs is olyan nagyon messze, mert nagyon sok szakmai tanácsot kapunk tőlük. Igen, és hát ez azt jelenti, hogy önök már az alapítvány úgy döntött, hogy csatlakozik ez a Tájházszövetséghez. És hát ennek köszönhető, hogy önök megrendezhetik a tájházak napját idén.
vagy csatlakoznak ehhez? Hát csatlakoztunk ehhez. Csatlakoznak. Nem tudom, hogyha nem lennénk tagok, akkor lehetne csatlakozni, azért ennyire nem vagyok tisztában. De megpróbáljuk. Ez mindenütt április 27-én? Ez mindenütt április 27-én. Hát ez első, most próbaképpen, majd kiderül, hogy ez mennyire. Ez a múzeumok éjszakája, csak az április 27-én, és ez a tájházak napja. És nappal lesz, igen, és a tájházak. Úgy többet is lehet látni. Hát mit is lehet látni, de még mielőtt erre rákanyarodunk, azt mondja, hogy mindenkit szeretettel várnak, tehát nem csak szodaiakat, és azért is ülünk itt, hogy mindenki hallja, hogy érdemes oda kimenni, mert itt valami több lesz, mint amit eddig láthattak volna, elkérik a kulcsot. Hát mi lesz a program? Hát először is kulcsot csak úgy nem adunk oda, hanem minden látogatót azért végigvezetünk a tájházon. Hát a legérdekesebb talán az a Kovács műhely lesz, ami ebben a meghirdetett időpontban hát 11 és 5 óra között működni fog. Van egy nagyon jó kovácsmester, aki már dolgozott ott velünk, gyerekekkel, és őt várjuk megint. Azon kívül a hagyományozó együttes most nem műsort ad, de játékot, táncot, ha van rá igény, akkor tanít. Tavaly Szentendrén nagy sikere volt a Szadai Lángosnak, azt sütik. Lepénke. A lepénkét, igen. Görhenyt sütnek, azt nem mondom meg, hogy mi, aki kíváncsi, az jöjjön és kóstolja meg. Jaj, hát a mi térségünkben mindenki tudja, hogy van ez a Görhenyt Fesztivál kis tartsán. Ez igaz. Tudom, az biztos, hogy kell hozzá reszelő, krumpli, lisztecske, só, és attól kezdve a fantáziára van bízva, és kisüti a görönyt, hiszen ez nem egy tipikus szadai... De hogy nem ott is. Hát ott. Ez ilyen tótereder alapvetően, nem? Vagy, ha, hát nem tudom. Ha nem, akkor meg nem görönynek hívják. Szadán görönynek hívták. Azt mondták? Átgyűrűzött, igen, a kistacsán mondta egy nagyon kedves tót nénike, hogy ez a tótok 90 étele. Valahány neve van ennek az ételnek, a tócsintól kezdve, hogy a Dödöléig, és nem tudom, mindenféle neve van, de görhönynek csak a tótok hívják, mondta ő, de ezek szerint tévedett. Tehát akkor, aki kijön április 27-én Szadára, az ugye jöjjön már mindjárt 11 órára. Hát jöhet folyamatosan, most nem lesz ilyen, hogy kiemel, tehát hogy bizonyos nincs időkben... Nincs ünnepélyes megnyitó, nem lesz műsor, de ha azért sok minden lesz. Jó. Erről a programról tudni lehet, azt mindezen túl megtalálják még a szada.hu honlapon is. Ott van egy kis meghívó plakát, ahol a részleteket meg lehet tudni. És akkor már csak annyi maradna hátra, hogy hát azon túl, amit említett, hogy hát ha lesz egy kis pénzecske, az idén mik a tervek még? Hát nézze, ha ez a felújítás sikerül, akkor erre ez a nyárnak az első részét biztos elviszi. Mert itt azért elég sok minden történik, és akkor még szeretnénk mindenképpen ami már korábban is terveztük, a mezőgazdasági eszközöket szépen elhelyezni, adatolni. Ha sikerül, akkor az aratást megint megrendezzük, és június elején éri egy meglepetés a szadai családokat, mert megint lesz egy olyan kiadvány, amit mindenki megkap. De ezt nem akarom előre elmondani majd idejében. Tehát kapni kap, azt igen. Már tudhatja, csak mi van benne, azt majd meglátja. Azt nem tudhatja. Hát akkor legyen ez meglepetés. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm.